Közös énekléssel kezdődött a társas éneklési verseny a Kodály iskolában. A megmérettetést minden évben megrendezi az intézmény a kisebb és nagyobb diákok számára. A második évfolyamosoktól kezdve a 12. osztályosokig mutathatják meg a tudásukat a gyerekek. A tehetségfejlesztés és a készségfejlesztésnek az egyik legkiemelkedőbb fokmérője a társas éneklési verseny a Kodályban, hiszen az, hogy társas éneklés, az azt jelenti, hogy duettet, tercettet, kiskamarát adnak elő a gyerekek, így kis csoportokban énekelnek. Tehát az egyéni teljesítményük is nagyon-nagyon kiemelkedően meglátszik, és felelősek természetesen azért a produkcióért, amit a színpadra állítanak. Most Bartók Béla a születésnapjához kötötték a megmérettetést. A diákok kettes, hármas és többes formációban léptek fel a versenyen. Ilyenkor arany, ezüst vagy bronz minősítést kaphatnak a gyerekek. Minél kisebbek, annál bátrabban vállalják fel, hogy szólóban kiállnak ketten-hárman. Minél nagyobbak, akkor már tehát hatan, nyolcan osztálykamarakorusként szerepelnek, hogy miért jó, hát a személyiségüket formálja, az osztályközösségeket formálja, és hát énekelni jó. Tehát itt a gyerekeknek ez egy természet, tényleg azt tudom mondani, egy természetes létforma, hogy ezt nagyon szeretik, és nagyon, nagyon szívesen vállalják ezt a megmérettetést zsűri előtt. A kórus énekléssel szemben az egyéni képességek is megmutatkozhatnak a verseny során. A zsűri nézi, hogy a koruknak megfelelő művet választottak-e a diákok, milyen nehézségű az ének, amit előadnak a gyerekek. Idén közel 300 énekes mutatta meg tehetségét a nap során.